Üdvözlöm a Játékosok Podcast minden kedves nézőjét, a mikrofonnál fején 92-t hallhatjátok. És itt vagyunk egy újabb LEGO Racers videóban, most itt egy hét szünet volt a fejemódi végjátszások rovatban. És hát most jön a folytatás gyakorlatilag ennek a játéknak, úgyhogy gyakorlatilag akik eddig már erre a játékra vártak, és most pont azon gondolkodtam, hogy miért állt meg a zene a főmerűben. Na mindegy, menni is fogunk tovább, tehát itt a játéknak nem kell aggódnia. Aha. Jól indulunk, mert rögtön úgy betűnik, hogy itt nekem a játék így megáll. Jó, most már betöltött, Na, hát igazából időhiány miatt nem volt a múlt héten videó, illetve egy apró kellemetlenség is történt, teljesen meghűlt nekem a LEGO Racers, és ennek köszönhetően elveszett a mentésem, úgyhogy újra kellett csinálnom, és gyakorlatilag most, ugye itt vagyunk már a harmadik bajnokságnál, ahonnan két héttel ezelőtt abba hagytuk, és most ide fogom folytatni. Ami ugye kicsikét kellemetlen számomra, és megmondom őszintén, egy picit tartok most ettől a videótól, igazán azért, mert hogy most egy olyan bajnokság fog jönni, amelyet hát PC-n is sokáig elég nehezen tudtam megcsinálni, hogy első helyen érjek célba. Hát most itt kontrollerrel PlayStation-en szerintem elég erős kihívás lesz, de majd meglátjuk a későbbiekben, hogy fogunk majd venni. Mindesetre nehéz pályák következnek, és egyedül azt mondom, hogy én itt a második helyet fogom majd megcélozni. Nézzük, hogy sikerül. És akkor hát folytassuk Öblös Joe kalandjait. Az első két bajnokságot ugye megnyerte nekünk, most jött a harmadik. Igen, jó, el is mentem, köszönöm szépen, hogy felhívtad a figyelmet rá, kedves játék. És itt van Benzio. Fölhívja a figyelmüket, hogy ne számítsunk arra, hogy majd ő ellene nyerni fogunk. Hát meglehetősen nehéz lesz, ugyanis hogy itt az elmúlt két bajnokságban ugye mondtam, hogy mindegyik ilyen főbb karakternek van egy fegyvertípusa, vagy LEGO típusa, vagy gyakorlatilag színe, amit szeret gyűjtögetni. És hát Basil gyakorta rá szokott menni a zöld LEGO-kra, és ezért is lesz nehéz majd őt elverni. Meg persze, hogyha nem sikerül jól rajtolni. Hát rögtön jó az indítás, hogy hárman elmentek. Meg hát ugye már nem is játszottam a játékkal mióta. Ez így. Jó, megszivattam magamat, hogy gyakorlatilag ilyen szép szünet után gyakorlatilag a legnehezebb, az egyik legnehezebb bajnokságból fogtam bele. Már látszik is, hogy Bezélnek mekkora előnye van. Nehogy elkapjon minket az a szar, jól van, hál' Istennek. Itt van a villa. A boszorkány itt előttünk. Az ő pályáján vagyunk most. Jó van, itt hagyta a zöldet a bolond, itt hagyta. Viszont olyan, hogy már többit elvitte, mert itt ugye volt még egy zöld, elméletileg. Itt egy dologra itt rájöttem időközben, amit itt PC-n nem igazán használtam, így csak nagy ritkán. Hogy gyakorlatilag ezeket az élesebb kanyarokat ilyen faralással gyakorlatilag be tudom egyszerűbben venni, és akkor nem kell az a szarakodnom gyakorlatilag, hogy most hogy vegyem el, vagy hogy vegyem be a kanyart. Hát persze, már nagyon elment sajnos, úgyhogy valószínűleg az első egy már nem lesz meg. Úgyhogy most gyakorlatilag a második... Ajajajajaj, jó. Így is ki lehet védeni akkor. Na hát ezt csinálja a múmia gyakorlatilag, nem nagyon láttuk még akcióban. Itt meg szerintem nyomtatnak azon a hajón egy Matrix nyomtatóval. Hát ezt nem hiszem el. Gyakorlatilag ezért a nyüves szaros második helyért küzdök, hogy legalább az meg legyen. Azok a Basil még ugye szokott itt sárgákat is, mert lehet, hogy ő volt az itt az imént, aki
úgy döntött, hogy a múmiát leteszi nekünk. Ja, hát ő már megnyerte a versenyt, ez most hihetetlenül gyorsan beért. Neki nyomtattak, igen, itt ez a hajós erős, ez tudja akadályozni az embert, hál' Istennek az pont sikerült blokkon, és csak nehezen megvan a második hely. Fú, ez nehéz bajnokság lesz, ezt már most látom, nehéz bajnokság lesz. És pedig ezt a pályát jól lett volna megnyerni, mert hogy a következőnél mit fogok magammal kezdeni, azt most egyébként nem tudom. Blackjack Hawkins lett a harmadik, a kalóz, akinek a pályájára jövünk most, és ezt a pályát gyűlölöm talán a játékban a legjobban. Arra nem is beszélve, hogy ezután a bajnokság után majd ugye mind fog a negyedik, és a negyedik bajnokságtól kezdve pedig tükrözött pályákon fogunk majd menni. És hát ez egészen pontosan nem rosszul mondta, nem tükrözötten, hanem fordított pályákon. Úgyhogy csodálatos lesz majd. Itt ellopta valaki a zöldet a széléről. Hát egy hülyeséget mondta, de tükröze vannak a pályák. Hülyeséget mondtam, igen. Na, tükröze vannak a pályák. Tehát nem visszafele megyünk rajtuk, hanem tükröze vannak, és gyakorlatilag minden ellentétesen történik. Hát, a kurva anyádat neked is tényleg. Ezt most visszakaptad. Oh, az itt csodatűzi játék van itt. Az igen. De jó, mert itt vannak előttem. Hát Benzilt szerintem már nem fogom tudni befogni. Sem ezen a versenyen, sem a bajnokságban tartok tőle. Úgyhogy tényleg legyen az, hogy te rohadjál meg Villa. Mert tudom, hogy olasz vagy spanyol, ugye, hogy Villa vagy Villa. És ott most, op, na ilyenkor mi van, megcsúszok az olajfolton, igen, és közben kapaszkodtam. Ez jó, mert most sajnosan cserélődik gyakorlatilag itt a mezőny. Így 5-en egymáson vagyunk. Ops, szegény Alfa Dragon ezt ott legyalulta. Ez egy... Sam Sinister most bukott majdnem két helyet. Azt ne vegye fel senki, Villa kurva anyádat. Jó! Tele rakják olajfoltokkal, de megint valaki megcsúszott rajta. Hát Benzilnek azt hiszem, hogy tényleg bottal üthetjük a nyomát van a bajnokságban. Na ő ellene tényleg, ezt tudtam egyébként, hogy ő ellen nem fog tudni nyerni. PC-n is elég nehezen tudok ellene nyerni. Azt mondta, az még nem is sikerült például soha, hogy Benzilt az összes pályán megverjem. A mentés, gyakorlatilag azt mondom, a kármentés az megtörtént, és a második hely az már innentől kezdve meg lesz. De nem tudok semmit, csak fölszedni. Azért kegyetlenségből még Basil oda tette, mert biztos, hogy ő volt. Az olyan sokáig ugye nem maradt meg az olaj volt, ha jól tudom. Úgyhogy biztos, még oda tette azért szemét módon a célvonalra, hogy még azért valaki megcsúszol rajta. Na hát egyelőre másodikok vagyunk. És hogy ha csak nem nyer majd valaki a mezőny többi tagja közül, akkor itt ez már azt mondom, hogy eldőlni látszik ez a sorrend. Pláne, hogyha mondjuk Basil behúzza ezt a versenyt is, ez szintén egy igen nehéz pálya. Na, meglátjuk. Szerencsés a rajtom, de... Most kell azt csinálnom, hogy... Jó, ezt elszartam, mert a zöldet nem kellett volna ott hagyni. Most kéne azt megcsinálnom, igen, mert hogy tessék még mögöttem se jönnek, és Basil elveszi előlem a fehéret, hát. Aztán valahogy Alfa Dragon is húzott el, de nagyon szépen. Na igen, erre a része kellett volna most használnom a idét. Itt egyféleképpen lehet őt, mert itt Basilt megverni, hogy ennél a kacskaringós résznél összeszedni az ember a három fehéret, fölvesz egy zöldet, aztán teleporttal kihagyja ezt a részt. Lehetőleg mind a három körben. Bár most egyelőre Alfa Dragonis vezet, ez meglep. De mindjárt nyakát töröm ezért a műveletért. Itt mindenképpen be fogom nyomni a pacsot, mert hogy itt ennél a hármas útvesztőnél bizony Alfa Dragonis rossz helyen is ment, mert egyik helyen mindig megjelenik a múmia, és hogyha abba sikerül belemenni, akkor az
kellemetlen, meg keveri itt az irányítást. Az előbb itt már láthatok akcióban. Nem ezt kellett volna fölvenni, nem ezt kellett volna fölvenni, Bezil meg lögdös. Megvan. Jó! Jó! Na, ez most egy lépés a győzelem fele, de hát... Egyelőre ott ketten nagyon jönnek mögöttem, de hárman is sajnos, az három. Két kéket így egynek láttam véletlenül. Ajaj, én is vagyok. Középen van a múmia, most pont látszódott. Hirtelen jelenik egyébként meg, tehát lehet, hogy míg behajtok az egyik sávba, addig nincs ott, és mire a közepénél vagyok, megjelenik is ezáltal. Elkapottnak minősülök. Ú, de feljött valaki, basszus kulcs. Ajajaj. Mindenképpen ezt a pajzsot most be fogom vetni, ugye itt a... Emiatt a... Szírszar miatt, ebben lesz az utolsó pályán is. Na most kéne még nekem egy fehér, most kéne még egy fehér. Hát kiadjom az összeset, bassza meg. Na jó. Alpha Dragonis még mindig a második. És eszméletlen nagy mázlin van egyébként, abból a szempontból. Hogyha most bejönne másodiknak. Á, nem, Bezil már átvette a másodikát. Pillanatig megörültem annak, ezzel már átmegyek, nem érdekel, mivel nyertem a versenyt. Ú, de nagy szerencsém van. Az lett volna még igazából jó, hogyha Alpha Dragonis be tudna jönni másodiknak, mert akkor Holt versenyben állnak az utolsó verseny előtt Bezillel. Így azonban, hát az első kétesos az tényleg... Vigy az utolsó. Ez érdekes mondjuk. Jobban szokott teljesíteni. Na és az Alienről Eszterről hogy jön, és 10 pont a különbség. Ha sikerülne Bezil előtt végeznem, akkor az a... Hát majdnem csodával felérő dolog fog megtörténni, hogy megnyerem ezt a bajnokságot. Itt az elején mindenképpen meg kell jönni, hogy jön az UFO, az ott visszaránt mindenkit. Bezilt visszarántott a Bezil utolsó, na! Lesz-e nagy hajrá ebből a végén? Na, hogy megcsap, na, hogy megcsap, jó. Bezil egyelőre az ötödik hely környékén jön. Kéne nekem egy zöld, nagyon gyorsan kéne nekem egy zöld. Jó! Öjj, ez most vissza fog rántani. Igen. Jó. Helyzet változatlan, Bezil a negyedik. Hát lehet, hogy tényleg meg lesz a... hőnállított győzelem, de még egyelőre ne kiabáljuk el, még azért van másfél kör. Hú, de jó lenne. Az első két verseny után azt gondoltam, hogy tényleg itt nem tudjuk őt megfogni. Semmilyen formában. Hát jelen pillanatban ráadásul most annyira... potenciális helyzet áll előttem, hogy gyakorlatilag megnyerném a bajnokságot egymagam, tehát nem is lenne Holt verseny. És egyelőre ez összejövőben. Ezért mindig a negyedik, és most ez van egy szép lemaradása is. Még a másodikhoz képest is. Jaj, na! Valahogy azt meg kéne csinálnom egyébként, hogy most lelassítok, méghozzá azért, mert ugye, hogyha túl messze vannak, amit mondtam, ugye akkor egy bizonyos idő után kiosztja a pontokat, azt mondta a sorrend szerint, hogy ugye a pálya sorrend szerint egyrészt, ilyen erősség szerint gyakorlatilag, és ugye akkor Bezil kapna 20 pontot, és egyelőre úgy néz ki, hogy nem ő fogja a 20 pontot megkapni, bizony, hogy nem. Úgyhogy megvan a győzelem. Blackjack Hawkins megmentette nekem a versenyt, és Willi is ott volt a harmadik helyen, Sam Sinister és Alpha Dragonis voltak nagyon lemaradva. És hát ezt nem hiszem el, hogy 100 ponttal megnyertem a bajnokságot. Hát mekkora mázlin volt, te jó ég. El se hiszem. Hú, ez most nagyon jó. Ettől a bajnokságtól pedig nagyon féltem. Hú, bassza meg. Jó, ezt föl kell dolgozni. Öblös John ügött a vigyorokat ott fönt. Pedig ez PSN az első próbálkozásom volt gyakorlatilag. Ja, tehát egy-egyet talán megnéztem, egy-egy futtam, de így egész a bajnokságot még nem mentem.
PlayStation, ez volt most az első ilyen. És így most már Bezil autószettjét is megnyertük, jól van. Na és akkor most jön az, amit már itt említettem az előbb, hogy tükrözött pályákon fogunk most menni. És hát a visszafele az egy féleképpen mégiscsak igaz, amit mondtam, hogy visszafele. Vagy hát fordított, egészen pontosan a pályák sorrendje lesz fordított. Tehát ugyanaz fog jönni most négy pályaként, és itt van Johnny Thunder, a következő ellenfelünk. Ugyanaz a négy pálya fog jönni, mint az első bajnokság esetén, ez a négy, amit itt láthatunk. Ugye ez ott az első bajnokságunk, csak visszafele. Tehát a sivatagi pályán kezdünk, utána a Hold, utána a Robin Hood kastély, a Sherwoodi erdő, és utána pedig ugye mink a kikötőbe. És tükrözöttek lesznek a pályák, tehát mindent, amit megszoktunk az eddigi bajnokságok során, minden egyes kanyart, minden egyes irányba, gyakorlatilag minden fordítva lesz. Szóval Johnny Thunder, ő azért úgy relatíve könnyebben verhető ellenfél a tapasztalataim alapján, és a PC-s tapasztalatok alapján legalábbis. Majd meglátjuk, hogy mit tudunk vele kezdeni. Igen, figyelmeztetni kell arra, hogy én és az autóm győzelemre készek vagyunk, de azért sok sikert. Hát köszönjük, Johnny. El lesz kenve a pofád a végére, reméljük. Aztán, hogy ő szívasson meg itt a nagy magabiztosságom. A Bezil után most már kicsikét nyugodtabban versenyzek, tehát most már azért nincs bennem ez az apró félsz, hogy úristen, el fogom szarni a bajnokságot. A többi ellenfél változatlan. Bocsánat. Tehát ugyanúgy az a további négy versenyző van itt, akiket az első bajnokságban láthatunk. Ugye Ferris Mami, Android, Robin Hood és Governor Broadside. És egyőre, na tessék, ez az, amiről beszéltem. Johnny nem kezdett, hogy úgy mondjam, túlzottan erősen, tehát negyedik hely környékén tart jelen pillanatban. Tud ki jöhet mögöttünk. Ugye most jól megbombáztak. Azt nem akarom módosítani. Maradjon csak így. Jól van. Zizekedtek mögöttem nekem, oly mindegy. Ó, oh, Ferris Mami az egyik, hát hazai pályán versenyez, úgyhogy... Oly! Robin Hoodot a másik! Most így... Hova lőttem én ezt az ágyugajót el? Ó, Robin Hood elment. Aztán Johnny-val már például sikerült azt megcsinálnom. Igaz az... Szóval nem az én érdemem volt, hanem az ő szégyene gyakorlatilag. Hogy sikerült az első verseny, még a PC-s változatban az első verseny sikerült utolsónak befutnia. Onnan már nem is tudott értelemszerűen felállni. A bajnokság későbbi szakaszában. És itt meg van egy... Teszt nagy szerencsém van. Hát akkor viszontlátásra én előre mentem. Na úgy látom, hogy még a végén csak előre jön Johnny, csak előre jön még a végén. És már a harmadik és... A negyedik helyen fogják leinteni. Második vagy harmadik? Bejött másodiknak, Ferris, amit épp hogy megverte a végén. Szerintem Governor Broadside volt nagyon lemaradva. Mert ő nem kezdett túl erősen. Hát Johnnynak szerencséje volt. Éppek be tudott jönni a második helyre, tényleg szerintem ott egy pár centi múlott az egész. Na, a Magma Moon Marathon következik, hát ezt a pályát nagyon szeretem. Itt igyekszem is megverni őket rendesen. És legalább, hogy most meg fogom tudni mutatni, hogy ennél a pályán mondtam azt, hogy egyrészt, hogy azokon a kapukon tudunk átmenni, a színes kapukon. És hogyha jó kombinációt ütünk be gyakorlatilag, jó, eltaláljuk a helyes kombinációt, akkor ugye rövidítést kapunk. Illetve, hogy a pajzsot használjuk, akkor itt át tudunk jönni egy ilyen rejtett részre. És ezzel megint nyerünk értékes másodperceket. Na itt azért már Johnny kicsit jobban összeszedi magát, ahogy nézem. És már azért ott van a második helyem. Hát csúfandáros is lenne, minden pályán kikapna a többiektől. Ú, de hogy megjött.
Puff. De ezt szeretem egyébként a sárga meg a piros pajzs, hogy a 3-as és 4-es szintű pajzs van, hogy ez megpörgeti az ellenfelet, hogyha nekem jönnek, illetve hát, hogyha megelőnek, akkor visszapattan az ágyugolyó is például. Most azért kezdünk elég rendesen szétszóródni. Hova mész, Johnny? Arra adjál te ott hátul szépen. Eszembe, nagyon így cizeg már a nyakamban. Köszönöm, hogy inkább elmegyek innen a közeléből, aztán csinálj, amit akar. Igen, ott volt egyébként az a kis panel, ott látszott a három piros négyzet. Hát az a kombináció, a helyes kombináció, hogy kinyíljon az a kapu. Most piros volt. Jó, mindegy, hát 20 ponttal vezetünk. Robin Hood lett most a harmadik. 5.-6. helyen 4-4 ponttal, az kicsit le vannak szakadva szegények. Igen, érdekes a pontozás ennek a játéknak, tehát tényleg ez a 30-20-10, 3-2-1, tehát ott egy ilyen elég erős szakadás van. Ezért mondtam azt, hogy a Johnny-nak ugye nem is sikerült akkor abból a kvázi azt mondom ütésből felállnia, amikor bejött utolsó helyen az első versenyen, tehát azt jelenti, hogy rögtön 29 ponttal vezettem előtte. És elég volt gyakorlatilag még azt mondom a következő versenyt teljesítenem, hogy első helyen, utána már lehettem második, aztán akár harmadik is. Nem igen tudott már mit kezdeni velem. Imádom egyébként, amikor ilyen béna vagyok és így elhagyom a legókat, amiket föl szerettem volna venni. Tehát direkt kipécézem magamnak erre. Ott hagyom én bolond. Hoppá! Húha! Nagyon lövöldöznek itt mögöttünk. Ja, hát itt a szokás, Captain Redbeard-el is ugye ezt használtam, én itt szépen följöttem. A másik oldalon volt érteszteni, hogy most itt a tükrözött pálya. Úgy. Ezt lett volna jó az előző körben fölvenni, mert volt azt hiszem két fehér legóm is, azzal elmehettem volna. Úgy. Egy mindig itt legyeskedik mögöttem ez a Johnny. Benne a pofáját. Na-na. Uff. És most meg nincs ott az zöld. Ajj, tudtam. A-a. Nem mész el. Fene megeszi a pofádat. Jó! Na! Talán még ott bejön valaki mellette? Nem. Csak bejött másodiknak. Android elég közel van. Na most ő is szerzett egy harmadik helyet. Akkor Governor Brownside az egyetlen, akinek nincs még dobogós helye, és ez meglátszik a pontok, hogy 14. Milyen jól néz ki. Harmadik, negyedik, ötödik helyen. Ez aztán a holt verseny. Kár, hogy most az utolsó verseny ezt el fogja rontani. Hát mondjuk a 16 az biztosan nem fog összejönni, mondjuk hogyha Governor Broadside szerezne 10 pontot, akkor nekem jön a 16. Többiek meg úgyis, tehát valaki többet fog szerezni. És az érdekes, igen, még itt Johnnyval mi ugye szanaszéjjel vertünk mindenkit, addig kb. 17 ponttal lesz valaki harmadik. Ilyen minimális ponttal. Oké, hogyha most itt Ferrell's már mi úgy dönt, hogy ő megnyeri ezt a versenyt, mert akkor ez a tényleg az... Viszont most nekem az a jó, hogy ezen a pályán nem kell sietnem. Nekem nem kell kapkodni, Johnny nyugodtan megnyerheti. Pont 30 ponttal vezetek ugye előtte. És 29 a differencia. Úgyhogy ott, itt most már ő úgy harcol, és úgy veri magát a földhöz, ahogy akarja. Ez a hajó számára már elment. Direkt a kikötőben egy ilyen képzavarral éljek.
nem kéne tényleg legutolsónak lenni, most nem kihívás ez, hogy legyünk utolsók. Aha. Jó, még le is lassítok, én hülye, hogy majd hát a fölveszem. Na jó. Ugye a PS-es irányítás, mondom, az időnként megviccel elég rendesen. Na azért csak ilyenre jött Johnny. Csak ott van az első helyen. Felhőzöm, ami akkor eléggé visszaesett. Azt hittem fölveszi a harmadikat is, mondom, most fölvenne egy zöldet, akkor lehet, hogy bajban lennénk. Most állj, de hülye, elhasználta. Na ez történik, igen. A játék is szépen megmutatta rajtam is gyakorlatilag. Na, a Ferőz már viszont szerezni fog így tehát a 20 pontot. És így a 14, ezek a 34 ponttal tudti, hogy ő a harmadik innentől kezdve. Ott van, igen. És megint 100 pont, ez megint 190. Látszik, ráálltunk erre, mint hogyha... Most már nem emlékszem pontosan, hogy két héttel ezelőtt, hogy az előző kettőt... illetőt, ugye kiemelt embert, azt, vagy kiemelt karaktert, azt hogy vertem el. De aztán volt már ilyen 190 arányban, talán Captain Redbeard volt az első, aztán egyedül Kinka Ukánál tudtam 110-et gyűjteni. Úgyhogy eddig konstans első helyek jönnek, hál' Istennek. Nagyon remélem, hogy majd az utolsó bajnokság lesz még olyan, ugye a Rocket Racer ellen. Hát az ott nagyon nehéz lesz, szerintem az egy külön részt fog megérni. Na majd meglátjuk. Na viszont tehát így megvan Johnny, és az ő szettje gyakorlatilag, és akkor jöhet az ötödik majd, de egészen pontosan nem most fog jönni az ötödik bajnokság, hanem majd a következő videóban. És Baron von Baron fog következni. Johnnyhoz hasonlóan ő is egy ilyen régész kutató, tessék, itt van ebben a hatalmas egy kalapban. Báró úr, van egy vágás ott a bal pofáján. Hát már nem bírt magával egyszer, egy kampó kéz egyébként, tehát ez Captain Redbeard lett volna igazából. És hát jól tudom, ő is így nézett ki, hogy ilyen kampója volt, de hát hogy Baron von Baronnak miért van ilyenje. Na most ugye azok a pályák fognak majd jönni. Meg is mutatom így a single player-be gyakorlatilag, bár mindig a single player, amikor ott van a bajnokságmód is. Elnézést kérek mindenkitől. Na tehát ugyanúgy jönni fog az a négy pálya, akik már Kinkahuka ellen láthatóak voltak. A Kinkahuka elleni versenyben ugye láthatóak voltak egészen pontosan. De majd ezek is tükrözve lesznek. És ugye hát az Amazon Adventure elején fogunk majd indítani, Achu pályáján, ott a kis indián, ki ott van. Úgyhogy ez várható majd a jövő héten. A következő részben, hát hogy a Rocket Racer elleni bajnokságot azt hogy s mind fogom csinálni, ezt egyelőre nem tudom. Mert bele kéne majd suhasztani a következőbe, de hát ha én ott elkezdek 4-5-ször nekifutni adnak az egy versenynek, meglátjuk, jó, ez még egyelőre legyen a jövő hét zenéje. Itt viszont akkor megint bemegyünk a Build menübe, és akkor innen most itt már nem fog nekem bedobálni majd a demót szépen. Na úgyhogy ennyi lett volna a LEGO Racers erre a hétre, és hát ne felejtsétek el, hogy még azért jönni fog itt egy másik videó is, sőt hát gyakorlatilag ennek fölkerülésekor már a másik videó is majd elérhető lesz, hogy a Jedi Academy. Most ugye ez a két játék fog menni, ahogy azt már említettem. És hát nagyon remélem, hogy a jövő héten, az a harmadik részben majd be tudom fejezni a LEGO Racers. Lehet, hogy akkor egy kicsit hosszabb lesz, ez nem lesz fél óra mondjuk, hanem akkor lesz egy 40-50 perc, attól függ persze, hogy hányszor kell majd nekifutnom a Rocket Racer elleni versenynek, és hát akkor majd még elvállítom, mennyire gyorsan sikerül megcsinálni. Föladni természetesen azt nem szeretném, tehát az majd biztos, hogy úgy lesz, hogy neki fog futni többször. Egész addig, ami nem sikerül, aztán majd elválik, hogy milyen gyorsan fog sikerülni. Köszönöm szépen a figyelmet ebben a videóban. Tartsatok velünk a hét többi napján is, az újabb szegmensekben. És hétvégén podcast, jövő héten pedig újfent jönni fog a
Lego Racers itt a fejmódi végjátszásokban. Addig pedig tisztát kívánok!